Gyülekeznek a nézők a Káptalan kertben július 9-én. A Boldog Születésnapot, avagy Hatan Pizsamában című vígjátékra érkeznek, ami a Pesti Művészszínház vendégprodukciója. A társulat tagjai közül sokaknak van pécsi kötődésük, erről beszéltünk a darab előtt. Pécs számomra az egyik legemlékezetesebb város, és talán második otthonomnak is tekintem, mert 1999-ben Balikó Tamás hívott ide Jézus Krisztus Szupersztár címszerepet énekelni, és utána 10 évig 12 gyönyörű szerepet játszhattam itt, tehát ilyenkor eszembe jutnak a Tamással a reggeli teniszmeccsek, az éjszakai pókercsaták, a Bográcsban megfőzött őzike, amit az egyik gitáros barátunk ütött el, tehát ezek olyan hihetetlen emlékek, amik sajnos nem jönnek vissza, ugye Tamás sincs már közöttünk, de gondolom, hogy fentről néz minket, és jókat nevet magával. Micsoda! Egyet mozdul a vipera, megtöltjük hurkával! Tehát ő nekem egy nagyon meghatározó alakja volt a pályámnak, mint rendező, mint színész. Láttam rengeteg darabban is játszani. Ezek ugye Pécs és környéke, ugye itt akár az Orfűi tájat és tavat, és amikor tavasszal autózom arra, és a medvehagyma illata ezer szállal, vagy a belvárosban, nem tudom, még megvan-e az a terrárium ott a pincerendszerben, azt hiszem már onnan kipakolták. Mennyit jártam oda a kislányommal, amikor még 3-4 éves volt, amikor én itt már játszottam a főszerepeket. Tehát tényleg ezer szállal kötődöm ide, vagy a közönség, akik a mai napig megkeresnek, hogy mikor jössz Pécsre játszani, miért nem vagy a nagy színpadon, és akkor mindig elmondom, hogy erről nem én tehetek, ugye, hogy nem hívnak. Hála Istennek rengeteg szerepet játszom, úgyhogy ez éppen a 27. most összeszámoltam egyik nap, 27. aktív szerepem, talán már nem is kéne többet vállalnom. Ez viszont egy csodálatos Camoletti darab, igazi vígjáték, az ajtócsukódások, ugye ki mikor jön be, milyen félreértések vannak, milyen szituációk. Úgyhogy azt gondolom, hogy a közönség nagyon jól fogja magát érezni, ha az időjárás is kegyes hozzánk. És mindig örömmel jövök. Egyébként jövök még a nyáron a Kaviár és Lencse című vígjátékkal. Abban ugyan egy kisebb szerepet játszom, de nagyon hálás. Én vagyok Antonio benne, itt ebben a vígjátékban pedig Robert. Ugye egy francia darab, egy francia nyaralóban játszódik. Egyébként párizsiak vagyunk mindannyian, és hihetetlen fordulatok vannak ebben a darabban. Amikor először elolvastuk, akkor még nem is éreztük, hogy ez milyen jó lehet, de aztán Márton András rendezésében, aki nagyon komolyan veszi a vígjátékot is, ugye a vígjátékot lehet úgy is játszani, hogy letolom a gatyám és szétröhögjük az egészet, meg lehet nagyon komolyan is, amikor esetleg jobban kijönnek a poénok, de megvan a drámai szál is benne. Úgyhogy ez most egy picit komolyabb rendezés lesz. Ugye ez a darab, ez fut a játékszínben, és milyen érdekes, hogy Csengeri Attila C.A. és a szerep, az ottani Robert pedig Csonka András, szintén C.A. Úgyhogy itt is megvan ez a fajta kötődés. Apa, hát! Hogy? Nem ismered? Látod, hogy integettem, mint egy hajótörő? Láttam, de azt hittem, hogy izgatott vagy. Persze, ez a nő. Nem Brigitte. Nem? Hát akkor kicsoda? Vaj, nagyon kíváncsi lennék, nagyon. Lajjuk, kicsoda? Én vagyok. Ez szórakozzal, azt kérdezem, hogy ki maga? Ha nem tudná, én vagyok Robert szeretője. Ne idétlenkedjen velem, ebből elég. Na, hajj. Hallottad? Válaszolj! De egy kicsit kedvesebb is lehetél kedvesebb. Egy jó akusztikájú színházban halljuk magunkat, itt azért nagyon kell figyelni, egy picit hangosabban kell beszélni, hiába van térmikrofon, de a térmikrofon is ugye csak azt hangosítja fel, amit ő hall, tehát egy picit jobban meg kell emelni a hangerőt. Ezen kívül, ha ilyen nyugodt, csöndes este van, mint most, és a legnagyobb ellenség a szél, ugye amikor azt hallja a közönség, fújja a mikrofonokat a szél, és nem hallja a színészt, de amúgy én nagyon szeretem, mert egy ilyen szabadság érzetet ad, hogy fölöttünk a csillagos ég, és tényleg kinyílik a világ, és miénk az egész világ a színészeké ott a színpadon, úgyhogy én nagyon szeretem. Nyerte Zsuzsát is sok emlék köti Pécshez, szívesen jön a Baranyai megyeszékhelyre. Budapest után Pécs a
második legkedvesebb városom. Ez egy csodálatos mediterrán város. Többek között azért is, mert majdnem 10 éven keresztül jártam le ide. A vagina monológokat játszottuk a harmadik színházban, Murabec Levente rendezésében, Xantusz Barbarával, Dévény Ildikóval, és hát mindig csodálatos volt a közönség, és volt, amikor itt is aludtunk, és akkor napközben a forgatagban találkozni azokkal az emberekkel, akik látták az előadást, vagy akik felismertek. Tehát annyi kedvességet és annyi szeretetet kaptam, hogy most is boldogan jöttem ide, mert tudtam, hogy mi vár rám, amiben nem csalódtam valóban, mert itt vagyunk most már 3 napja, és nagyon-nagyon sok szeretetet kapok a pécsi közönségtől. Az író is ugye Camoletti, nem kell bemutatni, nekem nem ez az első találkozásom vele, tehát a Leszárás Párizsban, Boeing, a Félrelépni tilos, az Anna csak egy van, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem is őt, nagyon jó kis vígjátékírónak tartom, és hát én játszom a főszerepet, úgyhogy én irányítom a dolgokat. Egy bánatom van, hogy nem nálam van a tejfelszerep, tehát én igazából csak a konfliktusokba berobbanok, tehát közön van hozzá, hogy nevetnek, de nem én fogom leütni a poént, hanem én föladom a poén labdát, hát az ugyanolyan nagy siker, tehát itt végül is ez egy közös játék, itt az a lényeg, hogy a közönséget szórakoztassuk együtt, nem pedig egy valaki a... De hát általában ilyen tejfelszerepeket szoktam kapni, ahol én is nagyon sok poént tudok a közönségnek átnyújtani, de itt most nem, de részese leszek a remélhetőleg sikernek és a jó szórakozásnak. A siker pedig nem maradt el. Teltház előtt játszottak a színészek a Pécsi Nyári Színházban.